10-11 óra felé szoktam lejönni az ebédhez. Valóban vásárolni. Nem volt jelentősen erősebb szél, mint most. Pedig Veszprém ugye elég szeles város. Hát ugye csak azt láttam, hogy mozog az egész tábla egybe. Aha. Mozog az egész tábla egybe, majd egy kisebb darab levált, és ide leesett. Ugyanaz a helyzet volt. Többen már kapták a telefont, és itt látom a telefon, én is megálltam, és akkor láttam, hogy a következő tábla, hát ez egy olyan körülbelül 4-5 elemi, 4-5 elemi tábla, azt fújta le a szél, itt átfújta az autókon egy részét, és kijött a sírra. Azon a délelőttön nem volt szelesebb idő, mint jellemzően Veszprémben. Ugye van egy régi mondás, hogy Veszprémben vagy fúj a szél, vagy harangoznak. Harangszót éppen azt hiszem hallottam valahonnét, de a szél is fújdogált, de nem volt veszélyes. Sarokról már megláttam, hogy a szigetelés egy picit lengedezik, és olyan instabil. Nemrégiben történt az, hogy a mi házunkról, a szomszédháznak a déli oldaláról leszakadt a szigetelés, tehát nem volt számomra olyan meglepő dolog, hogy itt is mozog. Az viszont már nagyon meglepett, hogy mikor észrevettem a mozgást, kettőt léptem, és egy hatalmas, több négyzetméteres tábla szakadt le elém az útra néhány méterre, majd odébb ugrottam, átjöttem a kettes épület mellé, néhány lépést tettem, akkor a ház szigetelésének körülbelül egy negyed része már a levegőbe repült, kifele a Jutasi út fele. A mögöttünk lévő ház szigetelésének meg hát úgy körülbelül legalább kétötöde, de közel fele már hiányzott. Beszélt egy szomszéddal, aki mondjuk itt lakik ebben a lépcsőházban? Később beszélgettünk, hogy azért ebből komolyabb baleset is lehetett volna, annak ellenére, hogy ugye a ház szigetelését jelentős részben viszonylag kis fajsúlyú és könnyű nikecel táblák alkotják, de hát azon vakolat is van, ami azért elég szilárd sérülést is okozhatott volna. Szerencsém volt, hogyha 3-4 másodperccel előbb indulok, akkor elképzelhető, hogy a fejemen landol az első tábla. Hát talán a lakók nagyon nem is veszik észre, mert azért az hál' Isten az időjárás az jó, kedvező, hát nekik most különösen, persze nekik is. És hogyha mondjuk most mínusz 10 fok lenne, akkor? Hát ez sajnos. Mivel ezért hiányozna a szigetelés? Sajnos remélem, gondoskodnak minél hamarabb, hogy megcsinálják. Mert azért meg kell csinálni, így nem maradhat. Hát ez a műszaki irányelv, amit a Építőkémiai és Vakolat Szövetség adott ki 4 évvel ezelőtt, elsősorban a kivitelezésnek azokat a részleteit szabályozza, ami kicsit elméleti. Az első benyomások azt mutatják, hogy itt hibás kivitelezés történt, amit mutat a fennmaradt néhány ragasztópogácsa, illetve hát a ragasztóknak a nyoma. Ez a ragasztási mód sajnos eléggé elterjedt Magyarországon, de ez soha nem volt így szabályos, soha egyik gyártónak nem volt ilyen utasítása. Tehát több mint 40 éve a perem plusz pont ragasztás a szabályos teljes felületen is szabad, vagy lehet ragasztani, ha szükséges, de általában az nem indokolt, de a perem plusz pont ragasztással, ami azt jelenti, hogy körbe a tábla szélénél, illetve azon belül általában 3 pont szokott előfordulni azokban az esetekben, amikor dübelezés is készül, hogy azok alá legyenek támasztva. A dübelezés is olyan kérdés, hogy tervezői megfontolás, hogy szükséges vagy nem szükséges. Itt ezen a veszprémi végfalon lehetett volna mérlegelni azt, hogy kell dübelezni vagy nem, de eredendően nem a dübelezés hiánya okozhatott ilyet. Tehát ha jó ragasztót használtak, amit nem tudunk, és jól, azt tudjuk, hogy, vagy látjuk, hogy nem jól, ennek lehet az a következménye, hogy amikor elfárad a konstrukció, ez itt a bakonyi széllökéseknek köszönhetően nem különlegesség, akkor szinte önmagától levetkőzik. Tehát addig mozog éveken keresztül, amíg egyszer csak elengedi. Azt lehet látni ugye a végfalon, hogy legtöbb helyen a ragasztó pogácsa sem maradt föl, egy-két helyen látható. Tehát itt az első benyomások szerint eléggé egyértelműen egy kivitelezési hiányosságra vezethető vissza a meghibásodás. Értem. És ő mit gondol, hogy a fűtésszámlákon ez hogy fog látszódni majd? Hát most nem mértem, ez, ha jól nézem, olyan 5 centi vastag hőszigetelés, ami elég hatékony már önmagában, attól függetlenül, hogy manapság többet szoktunk alkalmazni, és többet célszerű alkalmazni. Én szerintem itt a hátralévő egy hónap, ami még itt olyan komoly fűtésből hátra van,
Biztos, hogy érzékelhető lesz, de nem gondolom nagyságrendileg másnak, mint ami a hőszigeteléssel együtt volt, most a teljes téli fűtési szezonra vetítve. Építészként mi a véleményed, hogy szakadt le, és miért szakadt le a hőszigetelés a falról? Hát minden bizonnyal itt kivitelezési hibára lehet gyanakodni, hogyha közelebbről is megnézzük, akkor is láthatjuk, hogy a nikecel táblák, illetve a polisztirol tábláknak a felragasztása az nem volt tökéletes. Tipikus hiba az, hogy ezeket a ragasztó pogácsákat csak a tábla közepén helyezik el néhány ponton, és itt is, ahogy megnézzük a táblákat, hiányzik ez a perem ragasztás. Illetve nem szükséges, de mindenképpen javított volna a helyzeten az, hogyha rendesen bedűbelezik ezeket a szigetelő táblákat. Itt, hogyha megnézzük, akkor ez a rendes dűbelezés, ez a rendes rögzítés is hiányzik. Tehát, hogy több hiba összeállásából fordulhatott elő az, hogy leszakadt a hőszigetelés erről a tűzfalról. Az is gond lehet, illetve hát ilyenkor ugye nyilván az anyag megtakarításról, az anyag kisporolásáról beszélhetünk, vagy arról van szó. És hát ezért tudom csak azt mondani a társasházaknak, illetve bárkinek, akinek árajánlatot kér kivitelezőktől, akár szigetelés témában, akár bármi másra, hogy azért jól nézze meg, hogy milyen műszaki tartalomra kapja meg azt az árajánlatot, és nem mindig a legolcsóbb árajánlat a leggazdaságosabb, illetve a legjobb, ahogy itt is látjuk. Ez csak feltételezés, hogy több árajánlatból ugye a legolcsóbbat választották, és hát ez az eredmény erre, mondjuk azt, hogy olcsó húsnak híg a leve. We'll be right back.